Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb videóval. Ugye az előző videóm szintű Fortnite-tal kapcsolatos volt, és mint azt ugye tudhatjátok, hogy én egyébként nagyon régóta Fortnite-zok, tehát én ténylegesen Chapter 1, Season 4-be kezdtem a játékot, tehát nekem azért van egy pár órám ebben a játékban, és egyébként szeretem is, voltak season-ök, amiket kihagytam, illetve ugye én mindig hangoztatom, hogy szerintem, és ténylegesen a legjobb, legegyszerűbb, legszimplább chapter, az a chapter 1 volt, és tudom, lehet mondani, hogy jaj, úgy játékos, meg tököm tudja meg, hogy kinek mi tetszik. Ez az én véleményem, tehát én szerintem tényleg a chapter 1 volt a legjobb chapter az egész Fortnite történelmében, és amikor vissza is jött az OG season, én nagyon-nagyon sokat játszottam vele, ki is maxoltam a Battle Pass, folyamatosan voltak streamek, úgyhogy nagyon örültem a hírnek, amikor srácok, lányok, megláttam, hogy kirakták poszba, ugyanezt egyelőre csak leakerek rakták ki, viszont ez nem egy 100%-os dolog, viszont kirakták, hogy érkezik a Fortnite-ba vissza az OG season, ráadásul chapter 1-től az összes season, tehát chapter 1, season 1-től egészen season 10-ig havonta fognak változni ezek a season-ök, és kapaszkodjatok meg, ez véglegesen, hangsúlyozom még egyszer, véglegesen, az van kiírva, hogy permanens, tehát ezt te bármikor tudod játszani, akár egy fél év múlva is, vagy akár következő évben tudsz játszani a kedvenc chapteröd. De jó, tudom, nem mindenkinek a kedvence a chapter 1, de ez nekem gyerekek egy akkora királyság, hogyha ezt tényleg behozzák, én ennek eszméletlen módon fogok örülni, illetve ugye itt be is vágtam közben nektek itt a képet erről a posztról, itt ugye az is fel van tüntetve, hogy ez támogatni fogja a Zero Build-et, és támogatni fogja a rendes Battle Royale módot, tehát az építős módot is. Az, hogy lesz-e benne ranked, lesznek-e belőle versenyek, az egy másik kategória. Egyelőre örüljünk annak, hogy tudunk játszani a Chapter 1-ben a régi OG mappon, a régi OG fegyverekkel. Illetőlegesen ugye olvasgattam itt az interneten, ugye Twitteren már nagyon régóta beszélgetnek arról az emberek, hogy hozzák vissza az összes Battle Pass-t a játékba, hogy meg lehessen utólag vásárolni. Nekem erről megvan a véleményem egyébként, hogyha esetleg érdekel valakit, erről is csináltok egy külön videót, de a lényeg az, hogy ugye nagyon régóta ég a Twitter arról, hogy csinálják meg azt, hogy meg lehessen vásárolni az összes Battle Pass-t utólag, és akkor aki esetleg megvásárolta még régebben, az visszakapja mindegyik Battle Pass-nak a fele árát, és megtarthatja a Battle Pass-t. Úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy ebben a régi Chapter 1-es esetlegesen lehet majd venni Battle Pass-t. Nem hiszem, hogy a régit meg lehet venni, hiszen ennek nagyon sok játékos nem örülne. Pont a mai streamer, ugye a Trio Cashcap-on beszélgettünk egyébként erről, hogy ez ugyan megakadályozná az account kereskedelmet, mert ugye csökkennének az accountoknak az árai. Viszont nem hiszem, hogy fel lenne nagyon sok játékossal szemben. De viszont valahol meg tudom érteni azokat a játékosokat, akik ezeket meg akarják venni, de közben a Battle Pass-nak mégiscsak az a lényege, hogy azért veszi meg az ember, mert csak akkor tud megszerezni a skin. Szóval ez egy kicsit ilyen szürke zónás dolog, mindenki más véleményével ezzel kapcsolatban, ez nem biztos egyébként, hogy ebbe a Chapter 1-es változatba lehet-e majd Battle Pass-t venni, avagy sem, az meg végképp nem, hogy a régit lehet-e megvenni, erről nincsen fix info. Viszont én ténylegesen nagyon örülök neki, és baromira hálás leszek, hogy ezt tényleg berakják. Mindenféleképpen informálni foglak titeket itt a YouTube csatornámon, illetve hogy ez a videó valószínűleg ki fog menni TikTokra is, ott is mindenféleképpen igyekszem informálni titeket ezzel kapcsolatban. Úgyhogy jelenleg tényleg annyit tudunk, hogy az összes season-t lehet majd játszani, tehát season 1-től egészen season 10-ig, permanens lesz, tehát bennmarad, bármikor tudod ezeket játszani. Az, hogy az eventek bent lesznek-e minden season végén, ezt nem tudom, ezt sem írták ki ebben a posztban, illetőlegesen Zero Build, sima buildes módot is támogatja, illetve hogy ez mikor lesz bejelentve, ugye azt a Twitter posztban láthatjátok, hogy ez a finalében, tehát az utolsó eventen lesz valószínűleg bejelentve, ha pedig nem az utolsó eventen lesz, akkor pedig ugye a Game Awards-on fognak erről beszélni, úgyhogy mindenféleképpen érdemes utána járni, nektek is megnézni, viszont én tényleg igyekszem informálni titeket itt a YouTube csatornámon. Írjátok le kommentbe a véleményeteket, ti várjátok-e, nem várjátok, illetve nagyon szépen köszönöm Fecónak, hogy megtagált TikTokon egy videó alatt, ahol szintúgy erről beszéltek, így én is tudtam értesülni róla, és utána tudtam nézni, és ténylegesen tettek ki elő Fortnite megbízható leakerek posztot, úgyhogy remélem, hogy tényleg beteszik, és tényleg nagyon szépen köszönöm még egyszer a tegelést. Srácok, lányok, ha tetszett a videó, csapassatok egy lájkot, ezzel jelzitek, hogy tetszett, és
szeretnétek hasonló tartalmakat, iratkozzatok fel a YouTube csatornám és kapcsoljátok be a csengőt. Komment szekcióban mindenképpen írjátok le a véleményeteket, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vélekedtek erről, nektek mi a véleményetek, az álláspontotok ezzel kapcsolatban, illetve vagy a Battle Pass döntés itt, amit most Twitteren pörög, szerintetek ez jó vagy rossz, nektek tetszene, ha meg lehetne venni a Battle Passokat, vagy nem. Úgyhogy mindenféleképpen pörgessétek a kommenteket, a lájkokat, a feliratkozást, ha pedig TikTokon nézitek, csapassatok egy lájkot és osszátok meg haverokkal. Nagyon szépen köszönöm itt a csatorna tagoknak a támogatást a videó végére, hatalmas pacsi nektek, srácok, lányok, ne felejtsétek el, hogy kisorsolom közöttetek a régi processzoromat. Ha érdekel, akkor ezt a videót, amit itt most a videóban bevágtam, csekkoljátok le, ennek a videónak a végén beszélek a nyereményjáték feltételeiről. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, hatalmas pacsi nektek, találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok!